Újabb szoborral bővült a kápolnásnyéki halászkastély parkja, ahol a magyar történelem nagy alakjai hirdetik a magyarság büszkeségét. Ezúttal a próza egyik leghíresebb képviselője, Móricz Zsigmond mellszobrával gyarapodott a gyűjtemény. Az író születésének 145. évfordulója alkalmából elhelyezett mellszobor igazi különlegességé vált a kápolnásnyéki kastélykertben, hiszen egy eddig még soha nem látott alkotásról van szó. A Kossuth-díjas szobrászművész Somogyi József által elkészített eredeti gipsz változat több mint 4 évtizedig a Magyar Író Szövetség elnöki szobájában pihent, mire a nagy közönség elé hozták egy bronz változatban. Ezt a szobrot végül is elkértük az Író Szövetségtől, és készítettünk belőle egy bronz változatot, hiszen az Író Szövetségben az eredeti gipsz minta található meg, és az különlegesen szép dolog, hogy ráadásul Somogyi József egykori tanítványa, aki a képzőművészeti főiskolán a szobrászakon tanult nála, Pogán Gábor Benő volt az, aki újra öntötte, vagy bronzba öntötte ezt az alkotást. Az ünnepségen Erős Kinga, József Attila díjas kritikus, a Magyar Író Szövetség elnöke méltatta Móricz Zsigmond munkásságát. Az átadó alkalmából Nagy János, a miniszterelnök irodát vezető államtitkár, és Elsimon László, József Attila díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja is ellátogatott kápolnásnyékre. Ő azt látta, hogy a táj, a föld, a község és a közösség, amely körülölel belünket, magában hordozza azt, kivé és mivé leszünk. Szülőföldünktől kapjuk nyelvünket, első dalainkat, érzéseinket, ösztönvilágunkat. Ez a táj, föld, község és közösség nevelte Vörös Marti Mihályt a szózat költőjévé. És ez tette a Tisza csécsei Móricz Zsigmondot is a magyar vidék, a magyar nép írójává, aki közül maga is származott, és akinek sorsát meg annyi megrázó történetben mesélte el. A kiemelkedő jelentőségű magyar író mellszobra nem véletlenül került a kápolnásnyéki halászkastély parkjába. Móricz Zsigmond 1942-ben utolsó hetei során Vörös Marti Mihály élete után kutatva ellátogatott a Fejérvár megyei községbe, és itt írta a kápolnásnyéki riportot, amely utolsó riportjává vált.